Eddig, ha valaki nagyméretű zsákba szerette volna gyűjteni a közterületi falevelet, akkor csak annyit kellett tennie, hogy felhívta Gregus Viktort, a Halasi Városgazda ZRT munkatársát, megbeszéltek egy időpontot, és Viktor ki is szállította ezt a nagy levélgyűjtő zsákot az adott ingatlanhoz. Most azonban változik a helyzet, hiszen már nem győzik a zsákszállítást. Éppen ezért azt kérik a lakosságtól, hogy aki még ilyen levélgyűjtésben gondolkodik, az jöjjön el személyesen ide a Szent Háromság térre, a Halasi Városgazda ZRT telephelyére, és itt személyesen veheti át ezt a nagy zsákot. Közel 400 zsákot helyeztünk ki ingatlanok elé. Hát kb. Ez is a zsákkapacitásunk. Folyamatosan ürítjük, szabadulnak föl zsákok. Most már az a lehetőség, hogy házhoz visszük, ez most megszűnt. Most aki át szeretné venni a zsákokat, annak személyesen kell eljönnie. Ide a régi Keró iskolának az udvarába osztjuk. Hétfőn és szerdánként reggel 7-től 9-ig osztjuk a zsákokat. Továbbra is csak a közterületi falevelet lehet betenni a zsákokba, ágakat, gajakat, egyéb hulladékot nem. Gregus Viktor arra kér mindenkit, hogy az ingyenes lehetőséget csak az kérje, aki valóban jogosult lehet rá. Sok esetben nem hagytam a helyszínen, a kért helyszínen zsákot, ugyanis vagy nem is volt egyáltalán fa a kért címen, vagy nagyon kicsi fák, ami tényleg elfér egy-kettő szemetes zsákba is, ott nem hagytunk, hát nyilván jeleztük, ahol tudtuk, hogy itt okkal nem hoztunk ki zsákokat. Azért sokan próbálkoznak, meg sokan félre is értették, tehát sokan azt hiszik, hogy a magánterületen lévő leveleket is bele lehet rakni. Kérjük, ne rakják bele, erre más gyűjtési akció van, ugye a hulladékgazdálkodási cég ezért oszt zöld hulladékgyűjtő zsákokat, illetve most fog megindulni ezen a hétvégén a levélgyűjtő konténerek kihelyezése a város több pontján is. Erről meg hamarosan hírt adunk még majd, hogy mikor és hol lesznek kihelyezve ezek a konténerek.